A következőkben a hosszirányú vízelvezetés tervezéséről lesz szó. Ehhez három munkarész, illetve egy segédrajz betöltése szükséges. Az első a keresztszelvényeknek az a változata, ahol már a műszelvények be vannak illesztve, illetve ívekben át vannak rajzolva a szélesítés és túlemelés kifuttatás számítása eredményeként kijött adatok szerint. A második a hossz szelvénynek a végső változata, ahol már a kijavított pálya szintvonal, illetve leellenőrzött terepszint, pályaszint, töltésbevágás mérőjegyei értékek vannak. Az ellenőrzés fontos, hiszen jó pár feladatnál találtam elírást, tehát mindenképpen célszerű megnézni itt AutoCAD-ben, hogy a bevágás töltés mérőjegyei azok helyesek-e a terepszintek. Illetve a helyszínrajzi tervezéshez pedig szükséges az 1:1000-es méretarányú helyszínrajznak az a változata, amely már tartalmazza a burkolat szélek vonalvezetését is, tehát a szélesítést is tartalmaz, szélesített burkolat szélt is tartalmazza. Kezdjük a hosszirányú vízelvezetés tervezését azzal, hogy a keresztszelvények munkarészben az egyes keresztszelvényekben az árokfenék szintjét meghatározzuk, és egy előre elkészített Excel fájlba másoljuk. Ilyen Excel fájlt majd tartalmaz a Drive-on lévő vízelvezetés könyvtárban találhatnak majd ilyen minta Excel fájlt, amely először tartalmaznia kell ennek a táblázatnak a szervényezési értékeket. Ugye ez a szervényezési jegyzőkönyvből vehető ki, illetve az első lépés az, hogy az eredeti árokfenék mélységeket meghatározzuk. Két mező látható itt a szervényértékek után. Az első mezőben az abszolút magasságban lévő árokfenék szintek láthatók, a másodikban pedig csak a deciméterek, illetve centiméterek láthatóak olyan megbontásban, olyan ábrázolásban, amit AutoCAD-ben kell megvalósítani. Tehát ha 202.49, ahogy itt látható a mintán az abszolút magasság érték ebben a szelvényben, az árokfenék szinte vonatkozóan, akkor ugye 4,9 AutoCAD rajzi egységgel kell a 202-es szint vonallal, szintet jelölő vonallal párhuzamost húzni, hogy ezt a magassági szintet adott keresztszelvénybe kijelöljük. Jó, tehát itt látható, már elő van készítve, ez egy bemutató Excel fájl, és kihagytam itt az első 7 szelvényt, hogy annak a meghatározási módját itt a videóba bemutassam. Jó, tehát távolságmérést végzünk, és nézzük az első keresztszelvényt, mindegy belső vagy a külső árokfenék szélpontot fogjuk meg, és a legközelebbi árokfenék szint, ugye a 199-es szint fölött van, mennyivel? 6,3 AutoCAD rajzi egységgel, tehát hogyha osztjuk 10-zel, akkor méterbe kapjuk meg, és 199,63, illetve az árok mélység, amit föl kell mérni majd a hosszelvényben, hogyha ábrázolni szeretnénk, akkor az 6,3 lesz. Ha most megnézzük a keresztszelvények rajzának a koordináta rendszerét, illetve a pontosságot, itt látható, hogy 4/10-es pontossággal van megadva az összes érték, távolság, koordináta, stb. Ezt célszerű megváltoztatni annak érdekében, hogy itt ne vesszünk el a részletekben, illetve könnyebben tudjunk kapcsolatot teremteni a hosszelvényben az árokfenék szinttel. Ott változtatni nem tudunk,
hogy a pontosságon, viszont a keresztelvényekben igen. Ez a miért ecs parancs, ahol jelenleg ugye a pontosság 4/10, nekünk elegendő a keresztelvényben az 1/10 pontosság. Nézzük a 0+20-as szelvényt. Ez a 200-as szint fölött van, 0,09. Tehát 0,9 a felmérendő autókedrajzi egység. Megyünk tovább. A következő két szelvény, az első keresztszelvény oldalon, a 0+40-es, 200,55, tehát 5,5 autókedrajzi egységgel vagyunk a 200-as szint fölött, 58,11, ez pedig 201, 0,9, tehát 0,9-del vagyunk a 201-es szint felett. Nézzük a következő keresztszelvény oldalt. A következő szelvény a 0+73. 201-es szint fölött 45 centivel van, tehát 4,5 rajzi egységre a 201-es szinttől, 0+88, az pedig 80 centire van a 201-es szinttől, tehát 8 autókedrajzi egység a felmérendő, és a bemutató utolsó szelvénye az 1+0311, ez pedig 202-es szint fölött van 14 centire, tehát 1,4 a felmérendő autókedrajzi egység. És így tovább az összes keresztszelvényben. Ha ezek a mérések elkészültek, és elkészült az Excel táblázatnak az eredeti árokfenék mélységeket tartalmazó táblázat része, akkor rátérhetünk a hosszelvényre. Itt ugye a lista alapján kellene minden egyes szelvényben ezt a magassági értéket ábrázolni. Ez egyszerűsíthető akkor, hogyha a figyelünket, hogyha ellenőrzötten végezzük a feladatot, tehát ahogy említettem a bemutató elején, ellenőrizzük azt, hogy helyesek-e a terepvonal magasságok, terepszint magasságok, pályaszint magasságok, bevágástöltés mérőjegye. Ha erről meggyőzöttünk, mert a keresztszelvényekben is meggyőzöttünk erről, tehát lemértük a keresztszelvényekben is, és most menjünk vissza az első keresztszelvény oldalra, és lemértük a keresztszelvényekben is a bevágástöltés mérőjegyét távolságméréssel, ugye a terepszinttől kell megmérni a távolságot, kiírja, hogy 3,3, tehát 0,33, és a többi az összes keresztszelvényre vonatkozóan ezt el kell végezni. Természetesen, hogyha a pályaszint kisebb, alacsonyabban van, mint a terepszint, akkor a plusz jel az mínuszra változik, hiszen bevágást tervezünk. Nézzük tehát akkor azt, hogy hogyan lehet egyszerűsíteni a hosszelvényben az árokfenék szintek ábrázolását. A hosszelvényben rendelkezésre áll a pályaszintvonal, tehát minden egyes keresztszelvényben a pályaszint magassága az ott a hosszelvényben is megtalálható. Tehát ha meghatározzuk távolságméréssel a pályaszint
és az árokfenék szint közötti magasságkülönbséget, tehát delta y, azt itt kírja, hogy az 7,4 autókerajzi egység, tehát osztva 10-zel kapjuk méterben, 0,74. Tehát 74 centire van ebben a szelvényben a pályaszinttől az árokfenék szint. Nézzük a következő szelvényt. Itt ugyancsak 74. Nézzük a következő szelvényt. Itt ugyancsak 74. Az íveleje pontban már természetesen ez az érték ez más lesz, 6,2 autókedrajzi egység, annak következtében, hogy már az íveleje pontban a külső pálya fél megemelkedett a 3%-kal kifeledőlésből 1%-os befeledőlésre, és itt ebben az íveleje pontban még nem alkalmaztuk azt a szabályt, hogy a pályaszinttől mérjük majd vissza az árokfenék szintet. Az ívpontokban már igen, ott majd jelentkezni fog, már nagyobb magasságkülönbséget mérünk majd a pályaszint és az árokfenék szint között, de itt még nem. Tehát az első három szelvényben az árokfenék pontok felrakása egyszerűsíthető a hossz szelvényben, tehát ha most átmegyünk a hossz szelvényre, mégpedig úgy, hogy a másolás parancsal lemásoljuk a pályaszintet 7,4 távolságra, csak ugye először a kukacjel kell. Ha nem jönne be a kukacjel, akkor meg kell mozgatni lefele a szárkeresztet. Kukac X irányba nem akarunk, hogy elmozduljunk, viszont lefele szeretnénk másolni, mínusz 7,7,4 autóked rajzi egységgel. Ha ez megvan, tulajdonképpen az első három szelvényre vonatkozóan kijelölődtek az egyes szelvényekhez tartozó függőleges ordináták és a pályaszint metszéspontjába kijelölhető pontosabban az árokfenék szintek. Hova tegyük ez az árokfenék szintek pontokat? Mivel az árokfenék szint pontok a végső beadáshoz nem kellenek, ezért a nulla fóliára helyezzük el ezeket a pontokat, majd ha felraktuk az árokfenék pontokat itt a hossz szelvényben, és megtörtént ezek alapján az árokfenék szakaszoknak a megtervezése, akkor azok az árokfenék szintek, amiket megtervezünk majd a hossz szelvénybe, azok szerint rajzoljuk majd át a keresztszelvényekben, az egyes keresztszelvényekben az árokfenék szintet. Jó, tehát milyen ugye pont parancsal tudunk pontot letenni, van már pontstílusunk, vagy ha mondjuk nem lenne, akkor ugye létre tudjuk hozni a formátum pontstílussal. Az első háromban tudtunk elhelyezni árokfenék pontot. Egy gyors ellenőrzés ilyenkor nem árt, egy köztes szelvényt, ha nézünk, a 0 plusz 20-as szelvényt nézzük meg, távolságmérés, és ugye most a pontfogó kellene, szomszédost most vegyük ki, és a pontfogóval a 200,09, ugye 0,9 autókedre az egységgel vagyunk 200 szint fölött. Itt ugye a pontosság még maradt az 5 tizedes pontosság, ahogy azt beállítottuk a hossz szelvényben, ehhez nem nyúlunk hozzá. Jó, az íveleje pontban, tehát a 0 plusz 58,11-es íveleje pontban a felmérendő érték az ugye itt látható, tehát így is megoldhatjuk itt a hossz szelvényben, hogy a párhuzamost hozunk a 201-es szinttől 0,9 autókedrajzi egységre, 0,9,
és az elér parancsal eléretjük az 58.11-es szelvény pont függőleges ordinátáját, amely aztán kijelöli ebben a szelvényben is az árokfenéknek a magassági szintjét. Térjünk vissza a kereszt szelvények munkarészre. Ha most itt lejjebb húzom a képernyőn a rajzot, akkor látható egy ív következik, tehát az 58.11 az ív eleje, egészen az 1+92.21-es szelvényig tart az ív. Tehát visszahúzva a hosszelvényt, és áttérve a keresztszelvények munkarészre, vizsgáljuk meg azt, hogy az ívben lévő keresztszelvényeknél, ahol már mind a túlemelés, mind a szélesítés maximális, mekkora a színkülönbség a pályaszint és az árokfenék szint között. Jó, nézzük ezt a 0,73-as szelvénynél. Ez 6 autókedrajzi egység, meg ez is 6, meg ez is 6, annak megfelelően, hogy a keresztszelvények beillesztését követően a keresztszelvény átrajzolásakor figyeltünk arra, hogy az árokfenék szint a pályaszinthez képest kerüljön 60 cm-rel lejjebb, tehát az egyenesben alkalmazott 60 cm-es árokfenék mélység most a pályaszinttől lett itt értelmezve, annak érdekében, amit most végzünk, hogy a hosszelvényben, ha ábrázoljuk ezen árokfenék magasságokat, akkor a kiegyenlítés során a kiegyenlítés könnyebben megoldható legyen, ne kerüljenek olyan magasra az árokfenék szintek. Tehát mindenhol 6 autókedrajzi egység, amit már egyébként tudhattunk is volna, tehát automatikusan már meg is oldhattuk volna itt a hosszelvényben. Tehát ismét másolás parancs, pályaszintet fogjuk lemásolni, bázispontot ilyenkor nyilván bárhova elhelyezhetjük, kukacjel, nulla, vesző, mínusz, 6 autókedrajzi egységgel kell, hogy lemásoljuk a pályaszintet, és helyezzük el a pontokat. Az egyes szelvényekhez tartozó függőleges ordinátákra. Es az utolsó tiszta körívpont. Nézzük meg az ív végét. Az ív vége az 1+92.21-es szelvény. Itt is a távolságméréssel meghatározzuk a pályaszint és az árokfenék szint közötti különbséget. Ugyanúgy 6,2 autókedrajzi egységet tudunk mérni, mint az ív elejében. Jó, tehát ív végében az 1+92.21-ben a mért érték, most a magasságkülönbséget mértük le a pályaszinthez képest, tehát megtehetjük azt, hogy másoljuk a pályaszintet egy szelvény kedvéért, itt fel is van írva egyébként a bal oldalon, hogy mi a pontos magasság, vagy pedig a magassági lépték segítségével tehetjük ezt meg. Minusz 6.2, és az ív végében is megvan az árokfenék szint.
És ha ezt leellenőrizzük, akkor 204.17-et kapunk, hogy itt a baloldali táblázatban is látható. Jó, és így tovább, itt látható, hogy a minta hosszelvénye már a további szakaszon, tervezett további szakaszon az árok, kiegyenlített árokfenékvonal is látható. A videónak az a célja, hogy a metódusát bemutassa az árokfenék kiegyenlítésnek a hosszelvényben. Nyilván, ha a technika megvan, akkor ennek segítségével a teljes hosszelvényre is elkészíthetjük az árokfenék kiegyenlítést. Figyeljünk arra ismét, hogy ahol a hosszelvényben törést kellett elhelyeznünk a formátum miatt, ott az eltolásból ne származzon hiba. A tervezésnél pedig úgy, ahogy a pályaszín tervezésnél azt tettük, felmásolva azt a szakaszt, amelyik ugye lejjebb, illetve följebb került attól függ, hogy emelkedik vagy lejt a pályaszintvonal, akkor egybe láthatjuk, és a kiegyenlítés könnyebben megoldható. A technikája a hosszelvényben a kiegyenlítésnek az, hogy megnézzük, hogy a felrakott árokfenékpontok hogy viszonyulnak egymáshoz, milyen tendenciájuk van, hogy lehet egy egyenlejtésű árokfenék szakaszt beilleszteni. Az árokfenék szakasz beillesztésénél figyelni kell arra, hogy túl nagy magassági, tehát túl nagy töréskülönbség, esés, illetve emelkedő különbség ne legyen a két egymás után következő árokfenék szakasz között, hiszen hogyha a törés túl nagy, akkor az árokban folyó víz az a törésnél kimosódást okozhat, illetve vagy valamilyen lerakódás következik be, hogyha egy nagyobb esésű árokfenék szakasz után egy jóval kisebb esésű árokfenék szakasz következik, akkor ott pedig ugye a kimosott hordalékot le fogja mosni, vagy le fogja rakni majd a víz. Ennek figyelembevételével nézzük az első három pontot. Az első három pontban ugye azonos volt a pályaszinttől mért árokfenékszint, tehát ezek gyakorlatilag összeköthetők egy vonallal. A tervezés első lépésében maradjunk a nulladik fólián, és rajzoljunk egy vonalat, kiindulva, ami egy kiegyenlített árokfenék vonal lesz majd, kiindulva a kezdőpontból, és a harmadik pontig mondtuk, hogy elérkezünk. Ez a három, az első három szervényben lévő árokfenék mélység, árokfenék szint, ez megfelelő. A keresztszervényekben, ugye az egyenesben lévő keresztszervényeknek megfelelő mélységűek, tehát ezen változtatni nem szükséges. Lehet, de itt ebben az esetben nem szükséges. Nézzük az elér parancsal, ha eléretjük az íveleje szelvényt, hova lyukadunk ki. Érdemes akkor ezt az első három szelvény által meghatározott árokfenékesést tovább vinni az íveleje pontig. Ugye az ívelejében vagyunk, 58.11. Ha ez megvan, akkor nézzük a további pontokat. Ugye itt látható már a készen lévő kiegyenlített árokfenék vonal. Indítsuk el most ebből a pontból. Több opció is lehetne. Lehetne itt közbe betenni törést. Mondjuk így. Mire kell odafigyelni, amikor beillesztünk kiegyenlítő árokfenék vonalat? Arra kell figyelni, hogy a felrakott árokfenék pontok fölé ne kerüljön a kiegyenlítő vonal, tehát ebben az esetben ez így megoldható. Mennyire lehetünk nagyvonalúak az eredeti árokfenék szinttől való eltéréssel, tehát mélyebbnek kell lenni a kiegyenlítő árokfenék szintnek, tehát
az eltérés pedig 20, maximum 25 cm-nél ne legyen nagyobb, tehát 2,5 autókedrajzi egységnél. Tehát az egyik megoldás az ez lenne. Viszont ezt a szabályt, hogy ne mélyüljön jobban az árok, mint 25 centi, tarthatjuk úgy is, hogyha az első egyenlejtésű árokfenék szakasz végpontját összekötjük a már kiegyenlített árokfenék szakasszal. Ha megnézzük itt az árokfenék szintek távolságait, tehát az eredeti árokfenékszint és a kiegyenlítő árokfenékszint között ugye 10 cm van, tehát tartottuk a szabályt. És tartottuk azt is, hogy szinte alig látható a töréskülönbség a két szakasz között. Ettől függetlenül a kettő között törés van, és ahol az árokfenék vonalában törés van, oda az árok törés fóliára egy null kör kerül, tehát minden egyes árokfenék töréspontban null kör kerül, aminek az átmérője 0,5, így a kezdőpontba is null kör kerül, illetve a végén már látható ez a nullkör. Fel kell írni az ár, ahogy látható itt a mintában is, már a meglévő árokfenék vonal egyik végpontjához igazítottuk a most befektetett árokfenék vonalat, és ennek a szintje már megvan, és ide van írva. Ennek a szövegnek, ennek a számnak a szövegstílusa az megegyezik a rajzon alkalmazott egyéb szövegstílussal, viszont a magassága az csak 2 autókedrajzi egység. Tehát, hogyha most itt írni akarunk, tehát ábrázolni akarjuk az árokfenék szinteket, meg akarjuk adni, ez az S20-as fóliára tehető meg. DS-szel ugye írjuk a szöveget, jó, most ne fogjon meg semmit a fogó, tehát kikapcsoljuk F3-mal, tegyük le a kezdőpontját, nem kell elforgatni a szöveget, és a kezdőpontban az eredeti árokfenék szint az nem változott, tehát itt a bal oldalon látható 199.63, 63. Viszont, ahogy említettem, a stílus az marad, de a tulajdonságokkal változtassuk meg a magasságát, és 2 autókedrajzi egység legyen. Ha egy ilyen számot beírtunk már, az a továbbiakba, további töréspontokba átmásolható. Tehát a kiegyenlítést követően kitörölhetők az eredeti árokfenék szintet jelölő pontok. Elhelyeztük a megfelelő árokfenék töréspontban a töréspontot jelölő nullkört. Már csak a magassági értéket kell feltüntetni. Ennek a magassági értéke pedig, olvassuk le itt a hosszelvényben, tehát az első magassági árokfenék szinttől az első töréspont után az első töréspont magassága távolságméréssel, a 200-as szinttől leszünk, bekapcsoljuk a fogót, vagyunk,
9,7 autókedrajzi egységre. Tehát itt a Excel táblázatban a 58-11-es szelvényben a kiegyenlített árokfenékszint az 200,97 centi, tehát 9,7 autókedrajzi egységgel kell majd a keresztszelvényekben a 200-as szinttől párhuzamost rajzolni, hogy kijelöljük az új árokfenék szintet. A korábbi szint látható, hogy 201,09 volt, tehát mélyebbre került, de ez is volt a szándék. Jó, tehát ha megvan az árokfenék töréspont, lemértük a magasságot, akkor ahogy említettem az előbb, átmásolható ez a szöveg, és azonnal, ha átmásolás megvolt, azonnal felül is kell írni 200,97-re. A többi árokfenék szintet is meghatározhatjuk, mielőtt még a végső vonal típusát megadnánk itt a hosszelvényben a kiegyenlített árokfenék vonalnak. Itt rendre leolvashatjuk a hosszelvényről, a második szelvény magassági értéke az ugye maradt, azt mondtuk, hogy az 0,9, tehát az első háromban gyakorlatilag nem történt változás, tehát a 20-as és a 40-es szelvény leolvasott árokfenék szintjei átmásolhatók, illetve átmásolható az első szelvényben is az eredeti árokfenék mélység, hiszen a kiegyenlítés során az nem változott. Jó, hiányzik még három szelvényben a kiegyenlített árokfenék vonal segítségével az egyes szelvényekben az új árokfenék szinteknek a meghatározása, a 0 plusz 73. Itt a hosszelvényben, hogy ne kelljen sokat nagyítani, kicsinyíteni, hogyha kijelölünk egy szelvényt, amiben vizsgálódni szeretnénk, rámegyünk valamelyik fogóra, akkor itt a bal oldalon, itt lent, alul a koordináták láthatók, és mutatja is, hogy ez a 73-11-es szelvény. Tehát itt leolvasva 73,11 távolságra vagyunk a nulla ponttól. Tehát ebben a szelvényben kell az árokfenék magasságot meghatározni, tehát távolság. Tehát a 201-es szinttől 3,2 autókedrajzi egységre kell a szintet majd meghatározni. A következő a 88-as. Itt is rápislanthatunk ide bal oldalon, a bal sarokban, amikor a fogó megfogja a metszéspontot, hogy helyese az érték, 201,67-es. A korábbi, a 88-nak 201,80 volt, 6,7 autókedre az égettségre a 201, és az utolsó, az 1 plusz 0,3-as szelvényben, ugye 202-es szint fölött vagyunk egy nagyon picivel, mennyivel? 0,2, tehát 2 centivel. Jó. Tehát ennek meg, ezzel az így bemutatott módszernek megfelelően kell akkor szinkronban a keresztszelvények
ről a keresztszelvényekben az árokfenék szint magasságait ábrázolni itt az Excel táblázatban, ugye eredeti árokfenék szintmérségek, majd a kiegyenlítés követően az egyes szelvényekben a végleges árokfenék szintek fognak majd szerepelni. Ha így végeztünk, akkor a hosszelvényben az árokfenék kiegyenlítést követően ugye nulladik fóliára dolgoztunk, tehát át kell tenni a megfelelő fóliára, ugye van árok bal, árok jobb, árok mindkét. Ennek megfelelően más-más a vonal típusa, az árok bal az rövid szaggatott, árok jobb az hosszú szaggatott, az árok mindkét pedig pont vonal lesz. A keresztszelvényekben baloldali árkokat mértünk, tehát az árok bal fóliára kell áttennünk. Illetve még egy teendő van, hogy az árokfenék töréspontokat jelölő körből ki kell törni a metsz parancssal. A vonaldarabokat. És így tovább. Jó, tehát a végső állapot a hosszelvényben, a árokfenék kiegyenlítés követően, tehát így néz ki. Még egy fontos dolog itt a hosszelvényben, illetve magával a hosszirányú vizevetéssel kapcsolatban egy fontos dolog, hogy említettem az erózió kérdését. A feladat megoldása során az 5% vagy azt meghaladó árokfenék szakaszokat burkolni szükséges. Hogy jelöljük ezt az árokfenék burkolást? Elhúzom így a képernyőn a rajzot, és megnézzük a jelmagyarázatban, hogy hogy jelöljük az árok burkolás szakaszát. Ugye van egy középső pontvonal, mindez a jelek fólián, ahogy látható, és ha a baloldali burkolt árok van, akkor a pontvonal fölött attól egy autókedrajzi egységre egy fehér vonal adja meg, jelzi a burkolt árkot, ha jobboldali van, akkor a pontvonaltól lefele, ez a jobboldali, illetve mindkét oldalinál lefele is, meg földfele is egy-egy autókedrajzi egységre húzunk egy párhuzamost, és fehér, folyamatos fehér vonalra változtatjuk. Jó, itt a minta tervben az emelkedő értéke 4,4%, tehát itt az előbbi elmondottak szerint nem kell állagburkolást alkalmazni, de hogyha erózióra hajlamos talajjal lenne dolgunk ezen a szakaszon, akkor 4% fölött már itt is kellene alkalmazni árokburkolást. A bemutató kedvéért, tehát az átmeneti ív eleje ponttól berajzolok egy ilyen burkolt árkot jelölő szakaszt. Annak bemutatására, hogy hova kerül ez a jel, amit az előbb megbeszéltünk, vonalrajzolás, elhelyezünk ide egy vonalat, melyik fóliára, ugye azt mondtuk, hogy a jelek fólián legyünk, tehát a jelek fólia legyen az aktív. Hozzunk ezzel a most berajzolt vízszintes vonallal párhuzamost, 5 autókedrajzi egységgel, tehát akkor ezt kitörölhetjük, csak a 7 határoztuk így meg, és mivel baloldali árokról van szó, ezért párhuzamost hozunk egy autókedrajzi egységgel. Igen, ilyenkor a párhuzamos rajzolásánál ki kell kapcsolni a fogót, mert különben rossz oldalra helyezi el. Jó, érdemes is meggyőződni, hogy jó oldalra helyezte az eredetit. Megnézzük az 5 autókedrajzi egység, tehát rendben van. Jó, illetve az először 5 autókedrajzi egységgel rajzolt vízszintesnek a jelek fólián marad
de áttesszük egyrészt a színét sárgára, másrészt pedig a vonaltípusát a pontvonal fóliára. Jó, így a hosszirányú árokfenék kiegyenlítést, illetve az árokfenék burkolást itt a hosszelvényben megbeszéltük. Térjünk vissza a keresztszelvények rajzra. És nézzük meg azt, hogy hogyan történik az árokfenék szintek átrajzolása. Ugye az első három szelvényben nem történt módosulás, ha megnézzük. Változatlanok az árokfenék szintek, tehát véglegesíthetjük ebben a három szelvényben a bevágási rézsűnek a hosszát, tehát a metsz parancsal lemetszhetjük a terepvonallal a túlnyúló bevágási rézsűt. Viszont ugye a 0 plusz 58-as íveleje pontban változott, ugye 0,201,09-ről 200,97-re. Jó, tehát ebben a szelvényben a 200-as szintől kell majd felmérni az árokfenék mélységet, viszont itt a skálában csak a 201-es szint szerepel. Ilyen többször előfordulhat, hogy elegendő általában a három magassági szint, esetenként vagy amiatt, mert az árokfenék szintet ábrázolni szeretnénk, vagy pedig egyéb, például, hogyha egy csőátteresztőt rajzolunk be, és annak a befolyási szintje, ami jóval mélyebben van, mint az árokfenék szint, hogyha aknás csőátteresztőről van szó, akkor kibővítjük a magassági skálát. A máshol parancsal most a legalsó magassági szintet és azt jelölő vonalat fogjuk lemásolni. Bázispont az előző, az ezt követő magassági szintnek a végpontja. Lemásoltuk, és ahogy lemásoltuk, azonnal átírjuk ez a 200-as szint. Jó, és akkor ezzel húzunk párhuzamost. 9,7-es tized autókedrajzi egységgel. Jó, ez meglehetősen közel van a 201-es szinthez, ezért azt a megoldást választjuk, hogy kijelöljük, rámegyünk a vonal végére, és akkor beugró ablakban a hosszabbításra megyünk rá. Jó, tehát elegendő meghosszabbítani az árokfenék vonala után valamivel, és hogyan rajzoljuk át. Ugye először is ugye az elér parancsal el kell éretni az árokrézsűvel az új árokfenék szintet. Ha ez megtörtént, akkor már nincs is szükségünk a berajzolt árokfenék szint vízszintesére, hanem csak át kell mozgatnunk az árokfenék vonalat, illetve a bevágási rézsűt erre az új szintre. És lemetszhetjük már a bevágási rézsű felesleges részét. Jó, nézzünk még akkor átrajzolandó keresztszelvényt itt a másik keresztszelvény oldalon is, ez a 7311-es. 7311-nél ugye a 201-es szinttel kell 3,2 autókedrajzi egységgel párhuzamost húzni. Jó, elér parancsal a tengelyt eléretjük, ez így most a legegyszerűbb. Menjünk a 8811-re, 201,67, tehát 6,7-del húzunk párhuzamost. Eléretjük a tengelyt.
majd az 1 plusz 0,3 legyen az utolsó, az a 202,02, 202,02, párhuzamos 0,2. Így bele kell nagyítanunk. És megint azt a technikát választjuk, hogy a hosszabbítással hosszabbítjuk meg a vonalat. Jó, a következő lépés ugye az elér parancsal, az új árokfenék szintek elérése az árokrézsükkel, illetve a új árokfenék szintet jelölő vízszintesek törlése és átmozgatása az árokfenék vonalnak és a bevágási rézsűnek az új árokfenék szintre. Jó, és a metsz parancsal, a terepvonal, mint metszővonalat felhasználva a bevágási rézsű felesleges részét letöröljük. És így tovább. Itt a keresztszelvényben is ábrázolni kell a burkolt ároknak a vonalát. Az ábrázolás technikája, bár még ugye a rajzban nem tartok ott, hogy az összes keresztszelvényben ezt az árokfenék módosítást elvégezzem, de ugye itt a hosszszelvényben az átmeneti elejétől alkalmaztunk burkolt árokburkolást, hogy ábrázoljuk itt a keresztszelvényekben. Most csak az ábrázolás technika miatt mutatom ezt itt meg. Nyilván először ki kell egyenlíteni az árokfeneket a hosszelvényben, a kiegyenlítő árokfenék vonalnak megfelelően módosítani kell az árokfenék szintet, és utána jöhet az, amit most készítek, az árok burkolásnak tulajdonképpen a metszetét mutatom itt be. A hol található ilyen jel, van, vagy lesz, majd elérhető lesz a csőátteresztő minta DVG rajz, amelyik tartalmaz egy olyan blokkot, amelyik könnyen beilleszthető majd minden keresztszelvényhez. Ugye a blokknak a behívása a BE-be parancssal történik, és mindjárt az első, ez az ABB jelű, árokburkolásnak a rövidítése az AB, és a nagy B pedig az, hogy baloldali árokburkolásnak a kontúrját mutatja be a blokk, hívjuk ezt be. Majd a Ctrl és a Shift együttes lenyomása mellett a C gombot megütve alappont másol. Most, hogy hol fogjuk meg, nincs jelentősége, jelöljük ki ezt a blokkot, menjünk át a keresztszelvényekre. Itt pedig a Ctrl V gombot megnyomva már behoztuk a blokkot, és ahogy behoztuk, ennek a rajznak is részévé vált ez a blokk, tehát ez a blokk a be parancssal be is hívható. A melyik fólián van, vagy volt a 0,25-ös, ez is létrejött, ha ilyen nem lett volna még. És erre a 0,25-ös fóliára fogjuk ezt a árokfenék blokkot beilleszteni. Nézzük, hogy mi a beillesztési pont. A beillesztési pont az árok fenék vonal, ugye trapézárunk van, a belső él pont. Ha már egyet beillesztettünk, akkor már a máshol parancsal ezek könnyedén beillesztési pont, mint bázispont segítségével átmásolhatók az összes többi keresztszelvénybe. Jó, tehát ott, ahol elkezdődik a hosszelvényben az árok burkolás, ugye itt igen, az átmeneti eleje lett volna, az elér parancsal ezt akkor módosítjuk, hát az elér parancsal az átmeneti elejéig meghosszabbítottam, tehát az átmeneti elejétől tart egészen a teljes tervezett útszakasz végéig, tehát végig be kell rajzolni ma az összes keresztszelvénybe
be kell illeszteni ezt az árokfenék burkolás blokkot. Tehát kezdődik a hosszelvényben is ábrázolt kezdőszelvénynél, és fejeződik a végszelvénynél. A keresztszelvényekben ezt követően még el kell végezni, tehát ahogy kialakult a kész műszelvény kontúr, most már ez a végleges, meg tekinthető bevágási rézsű is, ez már nem módosul. A következő lépés itt a keresztszelvényekben a bevágási és töltési területeknek a meghatározása, tehát a meghatározás metódusát mutatnám most be. Az pedig úgy történik, hogy a töltési területet bemutató rövidítések, ugye nagy T a töltés, nagy B a bevágás, az itt jobb oldalon látható, tehát egy területmérést mutatnék be, hogy ez hogy történik, milyen parancsal határozzuk meg a területet, és hogy érdemes beállítani azokat a fóliákat, amelyekre a területmeghatározáshoz szükségünk van. Látható a korábban az egyenesben lévő keresztszelvény bemutató rajzban, hogy hogyan értelmezzük itt a keresztszelvényben a bevágási és töltési területeket, tehát a humuszterülettel csökkentett bevágás területet határozzuk meg, és a humuszterülettel növelt töltés területet. Tehát mindenképpen a meghatározáshoz a terepvonalra nincs szükségünk, tehát a terepvonalat kikapcsolhatjuk. A érintett vonalakat pedig, tehát egyrészt a humusz szintnek a vonalát, illetve a földmű szintnek a vonalát érdemes átváltoztatni folyamatosra. A meghatározásig aztán majd vissza kell állítani, tehát a földmű szint a szaggatott helyett folyamatos, és a humusz is a szaggatott helyett folyamatos legyen. A meghatározás pedig úgy történik, tehát kezdjük akkor, ha sorrendben össze a töltés van, akkor a töltéssel. A tárgyraszternél ugye meccéspont, végpont legyen bekapcsolva, más nem. A parancs, a terület meghatározás parancsa a ter parancs, tehát most töltést határozunk meg. Honnan indul a töltési terület? Ugye ott, ahol a bevágás átmegy töltésbe, az pedig, ahol a humuszszint vonala metzi a földműszint vonalát, az itt van. Ha kísérjük végig a szálkeresztünkkel, akkor ugye minden egyes végpontnál, tehát hogyha terep vonalon van törésünk, akkor ott ugye valamelyik fogó vagy a metszés, vagy pedig a végpont fogó megfogja. Jó, feljövünk a rézsőn, van egy a tengelyben is, és akkor visszatérünk a kiindulási pontra, és Enter-t ütünk. Azt írja ki itt az AutoCAD, hogy 185,0 a terület. Hogyan, tehát az AutoCAD az egység, hogyan váltható át itt a 10 négyzetméterben ábrázolandó területre. Ugye, ha most 1 négyzetmétert értelmeznénk itt a keresztszelvényekben, ugye 1 méter az 10 autókedrajzi egység, tehát 10 x 10 autókedrajzi egységű négyzetnek a területe az 1 négyzetméter, tehát az 10 x 10 az 100 autókedrajzi egység, tehát ha 100-zal osztjuk ezt az értéket, akkor kapjuk azt, hogy 1,85 a terület, 1,85 négyzetméter, de 10 négyzetméterben kell bemutatni, így 1,9 kerekítve a töltési területhez irandó érték. Nézzük a bevágást. Kiindulunk ugyancsak a
földműszint és a humuszszint meccéspontjából. Igen, érdemes a merőleges fogót kikapcsolni. Jó, ez pedig 2,07 négyzetméter, tehát 2,1-re kerekítjük. Jó, így tehát tulajdonképpen, ha visszakapcsoljuk most a vonalstílusokat, tehát a humuszt változtattuk meg, ugye ez szaggatott legyen, illetve a földműszint is szaggatott legyen, és legyen is bekapcsolva. A terepvonal is. Így kialakul a végleges keresztszelvények sorozata. Ebből már itt a keresztszelvényekben, hogyha így megvan határozva a keresztszelvényeknek a töltésbevágási területe is, akkor már csak a keresztirányú vízelvezetést hiányzik, tehát a keresztirányú vízelvezetést ugye csőátteresztőkkel oldjuk meg a bevágási oldalról, a töltési oldalra, tehát az árokból a vizet aknás csőátteresztővel fogjuk átvezetni a töltési oldalra. Ezt majd a következő videó fogja bemutatni. Hogyha így elkészültünk, akkor még meg kell beszélnünk a helyszínrajzon végzendő tevékenységeket, de ehhez tulajdonképpen a árokfenékszinteket bemutató táblázatra már nincs szükség. És nézzük meg, hogy hogyan fogjuk ábrázolni az ároknak a vonalát. Az ároknak a vonalát tulajdonképpen az árokfenékvonal középpontjának a távolságára húzott párhuzamos vonallal fogjuk ábrázolni. Milyen módszerrel? Nézzük meg a csőátteresztő mintarajzot. Itt ez az előbbi burkolásblokk. Nézzük meg, hogy hogyan van jelölve itt a helyszínrajzon. Ugye megvan a burkolat, a tengely, a burkolat szélek, illetve a patka, és sárga vonallal van jelölve az árokfenék vonal, hogy ennek a távolsága mitől függ? Attól függ, hogy a keresztszelvények munkarészben, ha megnézzük a keresztszelvények, az egyes keresztszelvényekben az árokfenék középpontja, tehát az árokfenék vonal felezőpontja, és a koronaszél közötti vetületi, x-irányú vetületi távolságot, akkor azokat az értékeket átlagolva egy átlagos mért távolsággal húzunk párhuzamost a koronaszélvonallal, tehát ezzel a koronaszélvonallal. Megint, hogyha áttakarjuk itt a csőátteresztő mintarajzon lévő vonalat, illetve blokkokat áttakarjuk vinni, akkor ezt át kell másolni. Tehát itt is Ctrl Shift lenyomása mellett C, bázispont, legyen itt ennek a vonalnak a végpontja, és mondjuk két ilyen nyíllal együtt átmásoljuk ezt a vonalat, megyünk a vízelvezetésre, Ctrl-V, és helyezzük el ezt a rajzunkon. Ahogy áthoztuk, tulajdonképpen az a fólia is átjött, amelyik az előző csőátteresztő minta rajzon volt. Illetve átjött a sárga vonalon lévő folyási irányt jelölő nyíl is. Ugye a hosszelvényben, ha megnézzük, akkor folyamatosan emelkedő a hosszelvényünk, tehát az árokban a víz az út eleje felé fog folyni. Jó, még meg kell nézni azt, hogy mennyi lesz ez az átlagos távolság a koronaszéltől, tehát ha most itt lemérünk keresztszelvény oldalanként távolságméréssel,
Itt a tájraszternél a felező pontfogót be kell kapcsolnunk. Megnézzük, ez 10 autóked X irányban, 10 autóked az egység, tehát ugye az 1 méternek felel meg. Nézzük, hogy itt az ívben lévő keresztszelvényeknél ez hogy alakul. Itt 11, tehát 1,1 kerekítve 1,2 méterre van. Nézzük itt a további keresztszelvényeknél. Itt is, a delta x-et, ha nézzük, ugye itt is egy autókedrajzi egység. Tehát mondhatjuk azt, hogy a 1 és 1,2, 1,3 között 1,2 autókedrajzi egységgel, ha párhuzamost húzunk azzal a korona szélvonallal, amelyik oldalon az árok elhelyezkedik, tehát itt a bal oldalon, akkor ez az árokfenék vonal így megrajzolható. Legyen is aktív az árok fólia, ezt kitörölhetjük, és húzzunk párhuzamost, ugye a baloldali koronaszéllel. Egy pont kettő autókedre az értség, ugye ezres méretarányban vagyunk. Kapcsoljuk ki a tájrasztert. Majd a így kapott párhuzamosokat, párhuzamos vonalakat tegyük át az árok fóliára. Jó, így már az árokfenék vonal megvan a teljes tervezett útszakaszon. A nyilak elhelyezése szükséges, tehát az út eleje felé folyik. Maradhatunk ezen az árok fólián, adjuk ki a beparancsot, és itt válasszuk ki a nagy N-nyel jelölt nyílblokkot. Mi legyen itt a fogó, tehát itt az elhelyezésnél a szomszédos, az most jól jön, felező pontot kikapcsolhatjuk, és nagyjából arányosan helyezhetünk el ilyen nyílblokkokat a sárga vonalon. Így a szomszédos fogó biztosítja azt, hogy a nyíl teljes egészében a vonalra kerüljön. Főleg ívben figyeljünk arra, hogy a nyíltól ne túl messze kattintsunk. Tehát ne túl messze fogja meg a fogó a vonalat, hogy ez illeszkedjen a körívre. Jó, és így tovább. Itt is a burkoltároknak a jelölése az, ami kérdéses lehet. Rajzolunk akkor még egy pár nyilat ide is. Nagyjából azonos távolságra kell elhelyezni. Jó, és az átmeneti velejétől az út szakasz végéig használtunk burkolást. Burkolás jele pedig az lesz, hogy húzunk párhuzamost 0,6 autókedrajzi egységgel a berajzolt árokfenék vonallal, mind kifele, mind pedig befele. És ezeket a párhuzamosokat
átszínezzük, tehát marad ezen a fólián, de a sárga szín helyett fehér színt fog kapni. A színezésnek az értelme az, hogyha ezekhez a színekhez vonalvastagságokat rendelünk, tehát mondjuk a zöld az 0,5-ös vonalvastagság, a sárga pedig 0,3-as, a fehér pedig 0,2-es, akkor ezek a fekete-fehér rajzon szépen el tudnak különülni. Jó, tehát ezt áttesszük a fehér színre. És így a burkolt árokat is bemutattam. Amit ezen a helyszínrajzon még a beadáshoz el kell végezni, egyrészt itt is majd ábrázolni kell a keresztelmű vízelvezetés megoldását szolgáló csőáteresztőnek a jelét, illetve még a út kezdő és végpontjából hiányzik még egy nullkör, ugye dupla nullkör van, illetve a kerek hektométer pontok. Ezt a kardinális pontok nevű fóliára helyezzük el, körrajzolás kezdőpontra, ugye ennek a nullkörnek, ami a rajzon jelenleg van, a sugara 0,5, tehát dupla nullkörnek a második köre, az pedig egy autókedrajzi egységnyi lesz. Ugyanígy a végpontra is. Középpont, sugár 1, illetve a hektométer pontokat hogy helyezzük el. Egyet mutatnék meg. Az egyes hektométer pont, ugye itt látható, hogy van egy 1+0, 1+0311-re lévő ívpontunk, ez előtt lesz, ugye tulajdonképpen ívirányban 3,11 méterre, tehát 3,1 autókedrajzi egységre is. Hogy fogjuk ezt megtalálni? Tulajdonképpen ugyancsak a kardinális ponton fogjuk majd ábrázolni a hektométer pontokat is, tehát maradhatunk ezen a fólián. Tulajdonképpen az ívrajzolással előállítunk egy ívdarabot, az ív kezdőpontjának megadva a adott szervén, tehát most az 1+0311-et, ugye három ponttal rajzolunk ívet, a szomszédos fogó most tulajdonképpen jól használható. Jó, meg is van az ívünk, ez látható, hogy felette helyezkedik el a pontvonalon sárga tengelyvonalnak. Itt a beosztás parancs, amit alkalmazni kell, nyilván, hogyha mi a 1+0311-es szelvénytől ugye visszafelé akarunk mérni 3,11 autókedrajzi egységet, akkor ugye ehhez a szelvényhez közelebbi végéhez kattintunk a berajzolt ívdarabnak, szakaszok hossza pedig 3,11. Jó, az első ilyen pontnál lesz a hektométer pont, tehát mindjárt rajzolunk is egy kört. Ugye pontfogó kell, hogy megfogjuk, aminek az átmérője 0,5. Jó, ami ezek után már, ami nem szükséges, tehát a letett, kitett pontok, illetve a berajzolt ívdarab az törlendő, illetve a metsz parancsal ki kell metszeni a berajzolt nullkörből a tengelyvonal darabot, és ugye egyes hektométer pont kell, ezt nézzük, hogy melyik fóliára, mondjuk az S25-ösre lehet ráírni, DS, a szövegstílus, szövegmagasság megfelelő, tehát a szöveg kezdőpontja, és egy egyes szám beírásával, hogy ne metsze el a burkolatszélvonal, lejjebb hozzuk az egyes hektométer pontot. Ugyanígy járunk el a többi hektométer esetében is, ugye itt a második esetében, mivel egyenes szakaszra esik, itt csak párhuzamos kell húzni olyan távolságra ettől a szelvénytől, amilyen távolságra vagyunk a kerek 200-as szelvénytől, hogyha átmeneti íves szakaszra esik,
akkor ugye az ív darab helyett egy vonalláncot rajzolunk, és a vonalláncra helyezzük el a beosztás parancsal olyan távolságra egymástól a pontokat, amilyen távolságra a kinézett szelvénytől a kerek hektométer pont van. Jó, ezzel a hosszirányú vízelvezetés tervezésének bemutatását befejeztem. A következő videó majd a keresztirányú vízelvezetést fogja bemutatni.